Leszettem valamit az ajándékodat. Anya! Anya! Azt a srácok, nekem Polecki vagyok, és elérkeztünk a legújabb videóhoz. Szokásos, vasárnapi upload, mindazt megígértem. Az utóbbi pár hetet nagyon próbálom így tartani, de nem, hogy a jövő hét is össze fog ugyanígy jönni. Mindazt tudjátok, ezek a videók, amiket mostában feltöltök, ezek nem egy nap alatt felvett videók, hanem egy átlagos hetemnek a mindennapját, vagy hát nem átlagos hét, ebben az időszakban nem tudunk sajnos átlagos hétről beszélni, ugyanis vírushelyzet van, korlátozások vannak, ez van, az van, amaz van, de próbáljuk ebből is a legjobbat kihozni én és a barátaim. Még mielőtt belekezdenénk a legújabb videóba, szeretném megköszönni mindjártoknak, ugyanis az Instagramon múlt hét vasárnap körülbelül 8 óra 25 perc, 36 másodperc, de kiszámolja, átlépte a 10 000 feliratkozót, úgyhogy vastapsot mindenkinek! Köszönöm mindenki, tényleg. Kurva komolyak vagytok, nagyon örülök, hogy ezt elértük. Két dolog miatt is jó, a legújabb videómat tudom rakni kapásba, a sztoriba, a swipe up-ra, illetve a nem sokára nyíló webshop, Rich Gang Store, azt is fogom majd tudni rakni egyből, hogy fel tudjátok Insta Story-ba húzni. Apropó Rich Gang Store, akik egy kicsit szemfülesebb, az már látja, hogy rajtam már a Bomber merch van. Bomber... Már az új bombelyes merch van, erről egy kis mintával, hátul egy viszonylag nagy mintával, ez is megtalálható lesz majd a shopba, illetve Rich Gang-es zoknik, Rich Gang-es party poharak, amit majd szedbe is tudtok venni, illetve darabára is, és a legjobb benne, hogy a lejtet sem törik össze. Úgyhogy egy házibuli főkelléke lehetne, hogyha lenne benne valami, de mivel ez üres, így nem tudjuk semmire se használni. Na mindegy, szóval srácok, kezdjük is a videót. Patrik egy elég nagy meglepetéssel rukkolt elő nekem, amire nem tudtam rá mit reflektálni, de az a jó, hogy ezt nem is kell elmesélnem, ugyanis hát megvan videón, úgyhogy ugorjunk vissza a hétnek az elejére. Biztos, hogy akarom ezt? Akarom. Cső! 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 Na cső! Hát ezt látom, de ez mi volt ez a tegnapi? De ez ember! Ma még nagyon sok meglepi vár rá, tesó. Ez még nem az összes. 10 óra van. Ez még nem az és összes. És még van egy nagyon nagy meglepetésünk, de azt majd csak később. Nem, én úgy gondolom, aznak most jött el az ideje. Most jött el igen. Az ideje? Igen. De várj. De el kell mennem WC-re még. Ja, oké, és én addig elmondom, hogy mi volt eddig. Már jó, először menj. Mert itt most, érted, ők még csak most csatlakoztak be, nem tudják, hogy most ez... Jó, jogos. Jó, fogd meg. A videót ezt jelenleg egész eddig nem én irányítom, ugyanis én fél órája ébredtem, tegnap itthon ültem éjfél körül, hívott a Patrik FaceTime-on, amiről csináltam egy képernyő videót, csak az a baj, hogy nincsen rajta hang. Szóval sajnos nincsen hang. Körülbelül 23:41-kor majd, hogy nem már szinte fél álomba, a Patrik felhívott egy tök váratlan FaceTime videóhíváson, amiben épp úgy kezdi, hogy szopjam ki, és holnap semmi más dolgom nincs, csak kamerával várni őt az ajtóba. Itt közben majdnem lemerült a telefonom is, utána értetlenül lejtette az ő telefonját, nem tudom, hogy ez mire véljem. Mindegy, kiadta utasításba, hogy szeretné, hogyha holnap ő irányítana az egész napomat, és majd ő eldönti, hogy mi lesz ebben a videóba. Igazándiból nem tudtam rá mit mondani, mert alig vártam, hogy aludjak, úgyhogy beleegyeztem az egészbe. Ja, és még a végére annyit mondott, hogy egy nagyon különleges meglepetéssel készül felém, és hogy holnap találkozunk. Felkészültél meglepire? Lehúztad a WC-t? Ja, nem, mama. Felkészültél? Nem WC-ztem amúgy. Ja, leszedtem valamit, az ajándékodat. Anya! Elmész a büdös picsába! Te hülye vagy! Nem, ez kam. Fogd meg! Ne! De! Nem. De, tesó, de! Van erről anyagotok? Minden, baba. Minden. Jó, roll the clip.
De nem, nem tudok mit mondani. Hallod, ez... Örülsz? Hallod, elmentek ti a picsába, de tényleg? Pont kilóg a Rich Gang pólóról. Wagwan. Astra, de... Ez ilyen. Fú, de aljas vagy. De nem tudom, hogy... Erre vártam amúgy. Amúgy baszott jól néz ki szerintem. Ugye? Szerintem is. De hogy adott időpontot, mikor... Sehogy. Buktam neki, léci, kérlek, és mondta, jól van, gyere. Tehát voltál te is. Jó. És felvettem. De ez... Te betegek vagytok. De... Jó meglepi volt, nem? Nem tudok mit mondani. Totálisan nem tudok mit mondani. Nem, erre nem számítottam. Abszolút. Totál kihűltem. De mi ez a táska? Mi ez a sok cucc? Ja, most csináljuk a bombai sajtortát. Bevásároltunk. Hoztuk a szerszert. Ricsi, ezt most én vettem át ezt a napot. Jó, akkor... Elkezdenk úgy a videót. Sziasztok, én nem Polecki Rádók, és ez nem az én csatornám, de maradjatok velük. Nekem el kell mennem, de én itt hagyom nektek a... a kamerát hagyd. És te is ráérsz? Figyelj, Papeszko, mi már a Spár, Aldi, Tetkos, Kisbolt a bomba, bejártuk Győr. Te sem tudok erre. Szerintem geci menő. Hát ez nagyon para. Most fölrúgta 8-kor, full másnaposan sírtam ott. Addig a család meg várt, aki jött időpontra. Én meg ott feküdtem. Te egy állat vagy. Nem tudok mit mondani, figy. Azért nem pacsizom le, mert hogyha este lepacsizom, akkor a videóban az összes kisgyerek azt hiszi, hogy ez... Ez igen. Ilyet igen, nem igen, szabad, nem. De amúgy ez... Hagyjátok! De... És csak így megyek majd, ez? És a Kira mit szól ehhez? Ő ott ült velem, így, anyát, ő választotta ki a betűtípus, minden. Tetszett neki. Papeszko! Gyerekek, egyet szeretnék tisztázni. Ezen a csatornán itt mindenki hülye. Igen. Itt nincs egy normális ember se ezen a csatornán. És akkor most tudom azt csinálni, iratkozzatok. Mi készül Patriknek? Bombejes citrom sajttorta. Megnézzük. Látjuk, bontam. Megnézzük. Ez még elég ropogós, nem? Megnézzük, jó-e? Az meg hazajött szerintem, hogy így nincs ki. Valaki jön. Nem tudok hazajönni. Hát ez jó. Meglepetés. Ez aztán a kurva komoly meglepetés ágat. Na mi van? Szasz, Patrik! Szevasz! Már készül a remek. Komolyan. Nem tudok mit mondani. Valamit rosszul csináltál? Hát. Ja. De mi a rossz? Mi történt? Elhoztam a gépet, csak a rossz fejet. Azért tesó, mert nagyon a tetkóra fókuszáltál. Mama odaadta a habverőt, illetve porcukrot is intézetnek. Na de Patrik, most lényegében mi lesz ez konkrétan? Hát ez egy bombai sajttorta citromos. Szóval egy citromos sajttorta, amiben bombai van. Tök indokolt, így hétfő 11 órakor. De hát ettől nem bebaszunk, ez egy ínyenség. Ja? Ja? Ezt eddig nem tudtam. Így már más. Hogy egy sima desszertet is miért kell ez... miért kell? Tök jó lett volna csak sütízni egy picit, lógni, de... Ja, hát persze, tökre, intokor. És a mama mondta... És a mama mondta, hogy vigyünk neki majd ebből a tortából. Jó. Biztos ízleni fog neki is. A few moments later. Gyerekek! Fordulj! Mivel nincs fodrász, ezért itthon kell. De nem kell kapkodni, Patrik, jó legyen itt. Jó! Nem! Jó lesz, jó!
Nem kell kapkodni. De nem kell kapkodni, csak legyen jó. Jó. Most mit rögtök amúgy? A fókuszra vigyázz, fókuszra vigyázz. Ott lesz az oda már ragasztva. 2 hours later. Menő. Bombejes sajt torta. Ez nekem nagyon új keletű. Na Patrik, készen állsz? Aha. Amúgy jó illata van. Special, nagyon. Hú, de aljas gyerek vagy, Patrik. Jó? A finom. Meg jó, mert az alkohol nem is értem, de általában. Persze csak amiatt teszed, nem? Persze. The next day. Tesó, az igazság pillanata. Remélem, hogy jó lesz. Ne is mond. Ekkora kéne. Amúgy fel van fújva, leeresztem. Esetleg nem tudná, vagyis hát honnan tudnátok, a tegnap kint voltunk a Zaporon, a régi dirt pályánkon. Vettünk volna fel pár klippet a heti vloghoz, de a Patrik ledefektelte 2 másodperc alatt a dirt rollerét, és mivel ez még itthon nem egy ilyen elterjedt dolog, ezért nem lehet mindenhol venni hozzá belső gumit, hogy bementünk a Rápcába, és egy talicskának a kerekét vettük meg, és az abból lévő belső gumit próbáljuk most belerakni a dirt roller hátsó kerekébe, úgyhogy most csak imádkozunk, hogy jó legyen. Mint azt látjátok, van közte egy kis különbség méretre, de valószínűleg talán bele kell férnie. Olyan érzés, mint amikor valami nagyon nem fér be valahova, de te akarod. Hát nem mondom, hogy ebbe találtál. Nem mondom, hogy ebbe találtál. Hagyjál már békén, és szerinted ez jó lesz? Tesó, vagy talál, vagy halál. Amúgy benne van, nem mondom, hogy nem töltik. Na gyere! Kapott a Patrik defektet, mert a szelep alól kihagyta a védőt, és kitépte, ja, és megint kihagyta a védőt, mert megint nem hozta el. Leeshetett? Hát, tesó, nem tudom. Most tényleg ilyen egyszerűen csétlen csöves b***i vagyok, amúgy? Nem vagy van b***i! Adom. Belerről szokottunk egy 4 collal nagyobb gumit, egy 4 collal kisebbnek a helyére. Hányan mester, segítened kéne. Jó. Össze kéne nyomni a 2 kereket. Jaj, jó. Csak hogy fogd össze, ha. Jó. Á, tesó, ha ez nem lesz jó, akkor ezen a földön nincs igazság. Most még van arra esély, hogy tudunk felvenni dirt rolleres videót. Hát, ha sikerül, kihülök. Tesó, ez már benne van. És szintet fel is tudjuk fújni. Fixen. Ennek fixen jónak kell lennie. Ó, tesó, jó lett. De tényleg? Hát, te full. Nem áll. Mondjuk így, hogy megvetted a komplett kereket, így 3000 volt egy belső. Volt. De fullos. Ó, Istenem. Kemény. Na, jó lett? Nagyon, és keményebbnek érezni. Ugye? A hátsó. A hátsó sokkal stabilabb, mint az első. Olyan, mint igen. Kőkemény lenne. Igen. Adom, de akkor fullos? Adom. Jó lett, boy. Nem a legjobb út a golfnak, de hát ugye muszáj, mert hát a másik autóm tönkre ment, elszállt benne a szervó. Vigyázni kell, mert sok az őz, úgyhogy... El kellett kergetni az őzeket. Ja, bejön ez simán, tesó. Nem volt cink. Láttátok az előző videóban egy kicsit a másik autómmal, hát nem is tudom,
Egy kicsit túltoltuk, és valami baja lett a szervónak, még nem tudom pontosan, hogy mi történt vele, vagy hogy szervó, nem szervó, mert tudom, hogy ha csak szervó lenne, akkor, hogyha nem lenne benne szervó, nem lenne ennyire nehéz tekerni a kormányt, viszont rendesen nem tudom tekerni a kormányt, nem tudtam tekerni a kormányt. Kurva nehéz így vezetni. Hazajöttem a bringámért, mert viszem ki barátira ezt az autót, és onnan majd biciklivel jövök haza. Szóval meg sem mertem fogni a telefonomat, mert két kézzel kell fognom a kormányt, de hogyha négy kezem lenne, akkor valószínűleg négy kézzel fognám a kormányt. És ez nagyon kemény így. Szóval ez így nagyon hard. Bazd. Na most... Baszd meg, ezt nem hiszem el. Viszont miután kivittem Györvi barátra, úgy gondoltam, hogy én majd biciklivel jövök haza, és úgy lőttem be az outfitemet, hogy egész jó idő van kint, azt láttam, és mikor elindultam, akkor vettem ezt, hogy ez az egész jó idő, ez csak a szememnek jó igazándiból, és van vagy 6 fok, úgyhogy ez az egy pulóver, ez egy kicsit kevésnek bizonyult, és onnan tekertem haza, és már útközben éreztem, hogy most nagyon megfújt a szél, úgyhogy ezért hallhatjátok, hogy kicsit orrhangom van, egy picit fáj is a torkom, meg nem kapok levegőt. Vágj, egyszer mindenki azt hiszi, hogy kajak koronás vagyok. Most megrázom, most egy semmi bajom nem lenne. Viszont a mai világban ezzel tényleg nem szabad viccelni, úgyhogy éreztem, hogy nem vagyok olyan 100%-os, nem, rosszul mondtam, éreztem, hogy nem vagyok 120%-os, mert most vagyok 100%-os, amúgy 120 szoktam, és úgy voltam vele, hogy nem veszélyeztetettem a saját és a barátaim testi épségét, úgyhogy csináljunk koronatesztet, de mekkora mázli, hogy még erről is van videóm, úgyhogy roll the clip. Én ezt nem akarom. Ezt senki nem akarta. Lici, nem akarom, Lici, nem akarom, Lici, Barbie, ne. Há, jó, szólj, 3, 2, 1, me. Fájt? Ennyire fájt? Anyád, azért mi a darázs megmarna? Baszdmeg, de izgulok, rohagyd meg. Ez mennyi időt mutatja ki? 10 perc. A anyám, még várni is kell. Jó, akkor addig gyors megcsináljuk az enyémet. Patrik, negatív. Baszódj meg! Nem akarok menni dolgozni. Megértem, tesó. Észre csak, félek a tűktől. Jó, látom. Ez neked, már megint te vagy a lázító. Ugye, hogy fos? Hát nem tudom. Szerintem azért... az nem elég vér, amit kinyomsz. Majd jön még, ne aggódj. Jön belőlem, baba, csak nyomnod kell. Ha az vagyok, megütlek, ezt előre mondom. Kiderül, még nem érsz. Negatív a Ricsi is. Szervezet! Negativity. Nem van, jó. És mivel láthatok, szerencsére egyikünk sem koronás, nagyon remélem, hogy nem is fog semmi ilyesmi előjönni. Így remélem, hogy a jövő héten is együtt tudunk lenni, mert nem lesz köztünk semmi karanténó, meg ilyesmi. Remélem, hogy tetszett nektek ez a content, hogyha nem, azzal sem tudok sajnos mit kezdeni, mert ez már fent van. Hogyha szeretnél hasonló tartalmakat látni, szeretnél engem látni, szeretnél minket látni, szeretnél a barátaimat látni, nincs más dolgod, mint feliratkozni valahol itt meg tudod nézni az előző videómat, ha még nem követsz az Instagramon, azt itt középen megteheted, és találkozunk egy következő videómban. Peace!